Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindjájatokkal. És a te lelkeddel. Krisztusban szeretett jó testvérek, kedves apostol TV nézők, minden vasárnap kegyelem számunkra, az a nap, amikor az Úrnak szenteljük ezt a napot, hiszen az ember azért jön el az Isten házába is, hogy a jó Istennek megköszönje mindazt, amit kapott, és ugyanakkor kérje az Úrtól a kegyelmet a további életére is. Mindannyian eljöttünk, hogy a jó Istennek hálát adjunk. Eljöttünk, hogy a jó Istennek köszönetet mondjunk, de ahhoz, hogy lelkileg is megérkezzünk a szentmisénk elején, nézzünk szembe önmagunkkal, kérjünk a jó Istentől bocsánatot, hogy megtisztult szívvel és ünnepi lélekkel vehessünk részt a legszentebb áldozatban, amelyben imádkozunk elhunyt László testvérünkért, aki ma 100 éves lenne. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Uram, irgalmaz! Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk. Fiú, Urunk,
könyörögjünk! Istenünk, a te kegyelmed ajándéka, hogy híveid egy akarattal követnek téged, ad népednek, hogy szeressük, amit parancsolsz, vágyakozzunk arra, amit ígérsz, és e világ változandóságai közepette szívből ragaszkodjunk hozzád, akiben megtaláljuk igazi örömünket. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Izaiás proféta könyvéből. Így szól az Úr Sebna udvarnagyhoz. Kivetlek tisztségedből, és elmozdítalak hivatalodból. Azon a napon elhívom szolgámat, Eljákimot, Hilkiahu fiát, és ráadom köntösödet, és ráerősítem övedet. A kezébe adom hatalmadat, így atya lesz Jeruzsálem lakóinak és Júda házának. Az ő vállára teszem le Dávid házának kulcsát, amit kinyit, az senki be nem zárja, s amit bezár, az senki ki nem nyitja. Mint a szeget szilárd helyre verem be, és dicsőséges trónjává lesz atya házának. Ez az Isten igéje. Zsoltározni a te nevednek, ó Fölséges. Jó dolog az Urat dicsérni, zsoltározni a te nevednek, ó Fölséges. Hirdetni reggel irgalmasságodat, és hűségedet éjszaka. Zsoltározni a te nevednek, ó Fölséges. Tíz hurulanttal és orgonával, énekkel és citerával. Zsoltározni a te nevednek, ó Fölséges. Jó dolog az Urat dicsérni, zsoltározni a te nevednek, ó Fölséges. Szent Lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, milyen mélységesen gazdag az Isten bölcsessége és tudása. Milyen kifürkészhetetlenek szándékai, és milyen megfoghatatlanok útjai. Vajon ki látta az Úr gondolatait, és tanácsot kiadott neki? Ki kölcsönzött neki, hogy visszakövetelhetné tőle? Ő belőle, ő általa, és ő érte van minden, övé a dicsőség mindörökké. Amen. Ez az Isten igéje. Halleluja, 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 halleluja. Mert csodálatos dolgokat művelt. Halleluja, halleluja, halleluja. A
az Úr legyen veletek. És a kedvedetek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Isten. Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól, kinek tartják az emberek az emberfiát. Ezt válaszolták, van, aki keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Ő tovább kérdezte őket, hát ti, kinek tartotok engem? Simon Péter válaszolt, te vagy a Krisztus, az élő Isten fiam. Erre Jézus azt mondta neki, boldog vagy Simon, Jónás fiam, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egy házamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajtam. Neked adom a mennyek országának kulcsait, amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is. Akkor lelkére kötötte a tanítványoknak, el ne mondják senkinek, hogy ő a Messiás. Ezek az evangélium igéim. Krisztusban szeretett jó testvérek, kedves televízió nézők! Milyen csodálatosan hangzott az első olvasmány is, ugye az Istennek a dicsérete, és a második olvasmányban is, hogy az embernek a fülét megütte, hogy kilátta az Úr gondolatait és tanácsot kiadott neki. Az Úr nem kér tőlünk tanácsot, hanem mi kéne sokszor tanácsot kérjünk tőle. De mégis mit teszünk? Sokszor az ember a jó dolgába úgy van, hogy isteníti magát, istené teszi magát, és szeretné úgy megalkotni, vagy úgy csinálni, intézni ezt a világot, hogy ő mondja meg az Istennek, hogy mit és hogyan kell tegyen. Pedig nem volna jó elfelejteni azt, hogy mi mindannyian Istennek az alkotásai, az ő teremtményei vagyunk, és Isten maga az alkotó, a teremtő, aki létben tart, aki formált, és aki gondunkat viseli. Mint a Jeremiás is mondja már, anyám méhétől fogva, ő szőtte az én testem, hát így vagyunk mi is. A jó Isten mindig gondot visel ránk, és ő azt várja csak el, hogy mi emberek hagyatkozzunk rá. Merjük az életünket újra és újra rábízni. Merjük az életünket ugye neki adni, és merjük mindig kimondani, hogy igen, Uram, tudom, hogy te vagy az én alkotom, te vagy az én megváltom, és én rád hagyatkozva tudom, hogy te mindig a javamot akarod. Mert testvéreim, milyen volna a jó Isten, hiszen jó Istennek nevezzük, hogyha nem a javunkat akarná. Hogyha nem azt akarná az emberiségnek és a Földnek, hogy az jól legyen. Nézzük csak meg a teremtés kezdetén, amikor mindent megalkotott az Úr, akkor mindenre azt mondta, hogy ami lett, az jó. Megalkotta autójára az embert, és az ember is azt mondta, hogy az jó. És mégis mi lett az ember? Sajnos sokszor rossz. De mégis a jó Isten 20 szívet adott minden embernek. És ez a 20 szív tud érezni, ez a 20 szív sokszor tud vérezni is, amikor fáj, amikor gyötrelem, amikor gyengeség éri. Jaj azoknak, és akkor van baj, ha az embernek megkövesedik a szíve, ha érzéketlenné válik, ha mindig csak azt akarja, hogy csak nekem legyen jó, csak az én javam, csak nekem működjön, nekem menjen, és elfeledkezik arról, hogy mi együtt kell, közösen az Isten országát építsük, közösen vagyunk mi az Isten országának az alkotói, a formálói, és mindannyiunkat meghívott az Úr az országában. Ma az evangéliumban hallottuk ugye egyik csodálatos, szép részt, amikor Jézus ugye megkérdezi, hogy miről is pletykálnak az emberek? Mi a pletyka? Mi a hír ma? És akkor kezdik az apostolok, hogy ők is a pletykára adnak, mert hogy elkezdik mondani, hogy hát tudod, Uram, egyesek azt mondják, hogy te vagy keresztelő János, mások azt mondják, lehet, hogy te vagy Illés, vagy lehet, hogy te vagy Jeremiás, vagy valamelyik proféta. Jézus tudta jól, hogy miről pletykálnak, mi a lényege az egésznek, de mégis ugye megkérdezi az apostolokat is, bevonja őket is. Hányszor van nekünk is, hogy ugye
és ezzel vagyunk sajnos a legrosszabb napjainkban, amikor a pletykáknak adunk. Amikor ráülünk egy pletykára is, nem nézzük, hogy ki mondja, nem nézzük azt, hogy vajon az illetőről, amit mond, azt jól mondja-e, hanem a ferdítéseknek nagyon sokszor engedünk. És ezért mennyi nézeteltérés történik, mennyi összezörrenés és összeveszés, ugye meg örök haragok, stb., mert olyan csúnya ezt kimondani is, de hogy adódnak az ilyen pletykákból, az ilyen megszólásokból. És akkor Jézus azt mondja, hogy Péter mondja ki a választ, de az apostoloktól kérdi meg igazán, hogy jó, jó, sok mindenki sok mindent mond rólam, sok mindent látott, mégse hisznek eléggé. Hát én azt kérdem tőletek, kedves testvéreim, most, hogy elgondolkodunk, ha Jézus korában éltünk volna, és azt a sok csodát, amit láttak ezek az apostolok, de látott az egész hívő sereg, úgymond, vagy láttak a zsidók, nem lehetett megtérni, nem lehetett hinni. Hát ma, amikor egy csodát látunk, akármennyire érünk modern világot, ugye mindig ledöbbenünk, és mindig elcsodálkozunk rajta, hogy igenis, ma is van csoda, ma is történnek csodák. De ha akkor Jézus, amikor ment, és ugye beteget gyógyított, Lázárt feltámasztotta, hát ma nekünk ez olyan nehéz elhinni, elfogadni, de az megtörtént. És látjátok, ott volt Jézus, köztük volt, látták, együtt tapasztalták az ő jelenségét, és mégse tudtak igazán hinni. Mégsem tudták őt elfogadni és megérteni sokan. És sokszor így vagyunk mi is, testvérek. Van ez a látszati kereszténység idézőjelbe, hogy én hiszek, csak addig, ameddig nekem megéri. Addig hiszek, ameddig nekem jó. Utána aztán már nem hiszek. Ezek a hívők azok, ugye, akik eljönnek, megcsodálják, milyen szép a templom, ugye, ezek úgymond ez a zarándok keresztények, akik ugye csak azért jönnek és azért imádkoznak, hogy hát, és azért mennek mindenhova, hogy lássák, hogy milyen szép minden, de sajnos ugye, ez valla már sajnos, ki kell azt is mondjam, a farizeusi magatartás, amikor Jézus ezekre is már azt mondja, hogy kívülről szépek vagytok, kívül csodálatosak vagytok, csak az a baj, hogy belülről meg vagytok már otthadva. Ezek a keresztények azok, akiknek minden mindegy, akiknek az érdek legtöbbször csak a cél. Eljövünk, meghallgatunk szép, ugye az ilyen hívő szép orgonakoncertet, ugye meghallgat mindent, nő a szíve, nő a mája, stb. Bocsánat az ilyen fogalmazási, de azon kívül kimegy a templomból és mivel marad? Anthony de Mellónak van egy nagyon érdekes története, és majd folytatom tovább is, de ezek azok a keresztények, és sajnos Anthony de Mello egy kicsit ilyen viccesen fogalmaz, és papról van szó egyébként. Az történik, hogy egy olasz házaspár, illetve házasulandó, házasságra készülő fiatalok jelentkeznek a papnál, a pap el is fogadja, és megvan, hogy mikor lesz az esküvő maga. És amikor megtörténik az esküvő, hát ez az újdonsült házaspár úgy dönt, hogy nem mennek ők külön ünnepelni, hanem megkérik a papot, hogy a templomkertbe engedje meg őket, hogy tartsák meg az ünnepi ebédet, az ünnepi vacsorát is. És akkor azt mondja a pap, persze, lehetséges, hogyne. És akkor ugye az történik közben, hogy beborul, elkezd esni az eső, hát mi legyen a násznéppel, befutnak a templomba. És akkor azt mondja a papna, hát, hogyha most így adódott, akkor semmi akadálya jó, de üljetek szépen, csendben, nyugodtan, fogyasszátok el az ételt, majd menjetek haza. És megjegyzi Anthony de Mello, hogy hát az olasz nép milyen, ha egy kicsit tiszik, akkor mulat. Hát egyébként ez mindenhol benne van, nem? És akkor az történik, hogy elkezdnek táncolni, elkezdnek a templomba szórakozni, stb. És akkor a papácsi, a plébános, a papa sekrestyében jön, megy, nagyon ideges, feszült, nem mer szólni a násznépnek semmit, és akkor megérkezik a segédlelkész, a káplán, és azt mondja, mi a probléma, atya? És azt mondja, nézd meg, megengedtem ezeknek ennyit, de hát most már ezeknek minden kell, nézd meg, táncolnak a templomba, hát most ki se tudjuk tenni őket, hát ez milyen dolog, felháborodva minden, és azt mondja neki a káplán, hát de atya, hát Jézus is ott volt a kánaáni mennyegzőn, és ő is táncolt. És akkor itt van a durva megjegyzés, már elnézést kérek, és azt Anthony de Mello megjegyzi, hogy a legnagyobb probléma itt van. Mikor azt mondja a pap is, hogy az Jézus volt, de itt van az oltári szentség. Elég baj, hogy Jézus ott volt a kánaáni mennyegzőn, és itt csak az oltári szentség van. Akkor miért jövünk a templomba?
Miért imádjuk az Urat az oltári szentségben, ha csak ott volt? Nem, ez az ellenkezője, Jézus itt van. És Jézus megígérte, hogy velünk marad minden nap a világ végéig, és hogy abban a parányi ostjában, abban a kicsi borban az ő teste és vére változik át, és az lesz, azzá válik. És ez a parányi ostjában az a nagy úr képes lejönni, képes lehajolni hozzánk, és képes a mi testünkbe is megbocsátkozni. Ma Jézus tőled is, tőlem is, mindannyiunktól megkérdezi, hogy te kinek tartasz engem? Te kinek mondasz engem? És nem elég csak mondani. Ha mondani tudunk szépeket, ugye? Megtanultunk beszélni, hál' Istennek. Olyan szépeket lehet kipüfékelni, olyan szép, akár ugye Pázmány Péteri gondolatokat lehet szőni, de a legegyszerűbb dolog az, hogy Jézus azt kérdezi tőled, hogy te bensőleg, a te szívedben kinek tartasz engem? Ki vagyok én neked? A pletyka szerint megyünk. Van, aki Illésnek, van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Jeremiásnak, vagy ennek, vagy annak. Vagy azt mondja Jézus, hogy te kinek tartasz engem, és én személy szerint kinek tudom őt mondani. És aki is mondtam, azt hiszem egyáltalán. És nézzétek meg, testvérek, hogy Péter apostol, hiszen őt tette Jézus ugye az apostolok fejévé, az első pápa, ő mondja ki az apostolok nevében, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Itt a másik kérdés csak az, hogy ezt én hiszem? Vagy csak akkor hiszem, hogy Jézus az Isten fia, amikor nekem szükségem van az Isten fiára? Amikor bajban vagyok, amikor nehézségben vagyok? Vagy hiszem és vallom mindig, szívemből, lelkem mélyéből, hogy Jézus Krisztus valóban az Isten fia, aki értem meghalt a kereszten, aki azért halt meg, hogy megmutassa számomra, hogy a halállal nem elveszett az élet, hanem a halállal nyílik meg az örök élet, amelyre Jézus előttünk ment, hogy helyet készítsen mindannyiunk számára. És Jézus feltámadt, értünk mindannyiunkért, és minket is erre hív, erre az örömre, erre a boldogságra. Csak nekünk minden nap megerősödve kell kimondanunk és hinnünk, hogy Jézus Krisztus valóban az Isten fia. Valóban az Úr, aki azért jött, hogy mindannyiunkat szolgáljon, és mindannyiunknak megmutassa, hogy mit is jelent igazán élni, mit is jelent igazán szeretni, és egymást tisztelni és becsülni. Kedves testvérek, Péter apostolról egy pár dolgot ugye jegyezzünk meg a mai nap folyamán, mikor ilyen meleg is van, minden van, hogy azért mégis gondolkodjunk el, hogy Péter apostol is gyenge volt. Sokszor elbukott a vizsgán, de Jézus nem hagyta elveszni, hanem mindig engedte, sikerült neki átjutnia, átebickélnie a vizsgákon, és felülkerekedni, felüljutni, hogy ő lett az apostolok fejedelme. Péter apostol az, ugye, kedves testvérek, amikor Jézus azt mondja az utolsó vacsorán, hogy megmossa a lábukat, hogy jegyezze meg őket, mint tanítványokat, és akkor Péter azt mondja, Uram, hát nem lehet, hát az ilyen nem szabad. És akkor, mikor Jézus elmond mindent, akkor azt mondja Péter, ne csak a lábam, a fejemet is, Uram. És akkor azt mondja Jézus, Péter, Péter, sok mindent mondasz, csak az a baj, hogy mielőtt engem keresztre feszítnek, te engem háromszor már megtagadsz. És mit mond Péter? Jaj, távol álljon tőlem, én soha életemben, jaj, én csak melletted, Uram, hát mit képzelsz te rólam, ki vagyok én, jaj, ugye hányszor ismerünk így magunkra? Én? Biztos nem. Szó se róla. És akkor, mikor harmadikszor is megtagadja, mikor ott vannak és mondják, hogy ez az ember is ott volt vele, én? Azt se tudom ki az. Soha életemben nem is láttam ezt az embert. Hú, hát mit mondtok? Hát ne mocskoljatok be, hát én nem tudom ki ő. És amikor harmadikszor elmondja és találkozik a tekintetük, és Péter sírva fakad, és akkor eszébe jut, amit Jézus mond, és akkor ugye bűnvallomást tesz, bánja, amit tett. És ez a sírás, ugye az a tisztulásnak a folyamata, és Péter megerősödik. De ha tovább megyünk, utána Jézus nem azt mondta, hogy te Péter, Péter, hogy de buta vagy, de gyenge vagy, de hitetlen vagy, vagy nem tudom mi, hanem amikor a feltámadás után újra találkoznak, akkor Jézus azt kérdezi Pétert, és látjátok, hogy mennyire igazi nevelő Jézus. Nem azt mondja, hogy mit tettél, nem rója fel neki, nem vonja kérdőre, hanem azt mondja, hogy Péter, szeretsz te engem? És Péter megint ugye a nagy büszke bölcs
mondtam az első misén is, hogy most Péter itt volna, lehet, hogy egy kicsit fejem billentene, róla ilyeneket mondok, de hát ez az ember. És azt mondja ugye Péter, hogy hát tudod, Uram, hogy szeretlek, hát hogyne, hát én nagyon szeretlek téged. De ez a felszínes, ugye, péteri mondás, amit sokszor, hát, ha megkérdezik, hát nekünk is, ugye, jól neveltek vagyunk, azt kell mondani, persze, hogyne, ha tudod-e. És amikor a másodikszor is megkérdezi, hogy Péter, szeretsz te engem? Akkor egy kicsit már elbizonytalanodik, és akkor kezd egy kicsit komolyabban gondolni ezt a szeretet kérdést, és akkor azt mondja, Uram, te tudod, hogy szeretlek. És amikor harmadikszor is megkérdezi, akkor Pétert szíven üti az egész, elkezd újra sírni, és azt mondja, Uram, te jól tudod, hogy szeretlek téged. És akkor ugye Jézus azt mondja megint, Péter, menj, legeltesd a juhaimat, te vagy a szikla. És akkor ezt teszi Jézus is velünk, többször megkérdezi, és mindig szép szóval, nem beszél velünk csúful, nem kiabál, ha valami nem úgy megy, hogy kellene, hanem megkérdezi, kinek tartasz te engem? Megkérdezi másodjára is, kinek tartasz te engem? És megkérdi harmadszor is. És utána azt is megkérdi, hogy szeretsz-e te engem? És ezekre kell majd nekünk választ adni. Ez a keresztényi mi voltunk, amire nekünk minden nap választ kell adni. Van, amikor tudunk ugye jeles választ, jó választ adni, de van, amikor ki kell tudjuk mondani, hogy Uram, ma nem tudtalak eléggé szeretni. Ma egyáltalán nem tudtalak elfogadni. Ma nem tudtalak megérteni. És ez a kommunikáció. Az Úr nem azt várja el tőlünk, mert ismeri a belsőket, hogy neki mindig csak jó választ kell adni, hanem azt kéri tőlünk, hogy kommunikáljunk, beszélgessünk vele. És ez a mi Istenünk. Ő nem csak akkor szeret minket, hogy oda menjünk, és akkor hízelgünk, hogy Uram, jaj, tudod, hogy én hogy szeretlek téged, jaj, tudod, hogy így nem ilyen az Isten. Ő tudja, hogy bent mi van, hanem ő olyan, hogy azt is elvárja, hogy elmondjuk, hogy mi bánt, még akkor is, ha tudja. És így akar velünk szeretett közösséget tartani továbbra is fenn. És amikor ott van harmadikszor megint Péter apostol, ugye, a Quo Vadis Domine című könyvet ugye meg is filmesítették, milyen szép a filmben is, hogy Péter apostol ugye a Néro üldöz, keresztény üldözés alatt távozik Rómából, fut el, mert fél. És akkor Jézus ugye a feltámadt üdvözítő jön szembe vele, és megkérdezi Péter, hogy hová mégy Jézus, hová mégy Uram? És akkor azt mondja Jézus, hogy Péter, megyek helyetted is meghalni. És akkor Péter teljes egészében megerősödik, visszamegy, és azt mondja, a fene egye meg. Hát én tagadjam meg az Urat? Hát nem. Visszamegyek, és meghalok Jézusé, és így halt meg. Hát nekünk is ezt kell megtanulni, a fene egye meg, el kell mi pártoljunk az Úrtól? Nem. Merjük bátran vállalni, és mindenért az Úrnak hálásak lenni, mert ha ő értünk vállalta a kereszthalált, és feltámadt értünk, akkor nekünk is ezt az utat kell járnunk. És ott van ugye, még arról is hallottunk, hogy Péterre bízza Jézus azt is, és utána a többi apostolra, és áthagyományozódott, ugye ott van hátul, olyan szép neve van, hogy szépségszalon, a lelki szépségszalon, a gyomtató szék, amit egyre inkább sajnos kezdünk elkerülni, valamiért kezdjük kihagyni. Már oda jutott az ember, hogy azt mondjuk, hogy van lelkünk, van lelkismeretünk, de nincs bűnünk, pedig van. Mindannyiunknak van, ne felejtsük el. És nem kell ezt elrejtenünk, hiszen ott a Jóistennel meg lehet ezt beszélni. És sajnos sokszor hallom otthon is, hogy hát én gyónni, elmegyek, elmondom a fatövébe, az elég. Persze, hogy az is jó. És nem azért kell a papnak meggyont, hogy most a pap egy jót nevessen rajtad, vagy kiplegykáljon, vagy kiosszon, mert ez a titoktartás, hanem azért van, hogy a papa Jóistennek a szócsöve, aki útba igazítást ad, aki ha tud, jó szót mond, és aki segít abban, hogy le tud tenni azt a bűnt, hogy ne kelljen cipel továbbra is. És letéve, ugye feloldoz az egyház szándékában, és feloldozás után meg imát is ad, amit elmondasz. Mert azt mondja, amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is. Ez a gyónás. Használjuk. Éljünk ezzel a lehetőséggel. És tudjátok meg, hogy olyan jó dolog, hogy oda jutottunk mi papokul is, hogy általában azért egy-két héten belül, legalábbis a Zsilvölgyében, nagyon gyakran meggyónunk,
azért, mert az ember érzi ennek a szükségességét, és sokkal könnyebb vinni az életnek a tárháit, sokkal könnyebb így menni tovább, hogy letettem a tárháimet, nem kell cipelni. És nekünk megvan ez a lehetőség, hogy letehetem. És mégse élünk ezzel a lehetőséggel. Hányan és hányan mondják, hogy találkoztam olyannal is, református, másvallás, hogy jöhetek gyónni? És mondtam, hogy gyónni nem, viszont lelki beszélgetésre, igen, ami ugyanolyan. És jönnek, mert érzik a szükségességét. Nekünk, akiknek megvan, nem kell. Akiknek nincs, kellene. Miért nem tudunk azokból a kincsekből táplálkozni, amink van? Úgyhogy éljünk ezekkel a lehetőségekkel, és házi feladatként akkor Péter szavai vésődjenek az eszünkbe, de mielőtt Péter szavaival kimondanánk mi is a választ, Jézus kérdésére válaszoljunk. És amikor nem sokára a felajánlás, az átváltoztatás is megtörténik, akkor merjük bátran mi is kimondani szívünkből, lelkünkből, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Ki neked Jézus? Kinek tartod őt? És mikor Jézus neked Jézus? Amikor baj van? Vagy örökké? Te döntöd el, ez a te szabad akaratod. De Jézus melletted van. Nem hagy magadra, ezért neked is feladatod volna, hogy Jézus mellett dönts. És mindig mondd ki, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, akire én mindig számítok, és akire mindig hagyatkozok. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mindenki is földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Urban, Jézus Krisztusban, Istenet szülött fiában, aki az atyától született, az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten, a valóságos Istentől, születhetetlen teremtmény, az Atyába reménykedünk, és minden hátra vett. Értünk emberekért, ami üdvösségünkért, leszállt a mennyből, megtestesült a Szentlélek elejéből, Szűz Máriától, és emberré lett. Pontius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kémhalált szenvedett és feltemették. Testvéreim, minden Istentől, Isten által és Istenért van. Kérjük tehát őt rendíthetetlen bizalommal. Áld meg, Urunk, szent atyánkat, püspökeinket és papjainkat, hogy sziklaszilárdan álljanak korunk szellemi viharaiban. Kérjük téged, hallgass meg minket. Add meg, Urunk, hogy a békesség és a megértés szelleme uralkodjék az egész világon. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy Krisztust mindenkor Urunknak és Istenünknek valljuk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy Péter sziklájához mindig hűségesen ragaszkodjunk. Kérünk téged, add, Urunk, hogy az egyháztól kapott feloldozás megnyissa számunkra a mennyország kapuját. Kérünk, hallgass meg minket! Istenünk,
Te az igazság sziklájává tetted egyházadat, add, hogy megtaláljuk benne biztonságunkat és békénket, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyház javára. Urunk Istenünk, Te fiad egyetlen áldozatával új választott népet szereztél magadnak. Add meg irgalmasan egyházadnak az egység és a békesség ajándékát, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl a szívünket. Ölelünk az Úrhoz. Adjunk hálát Úrunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. A Te végtelen dicsőségedhez tartozik, hogy Isten erőddel segítesz a halandó emberen, és éppen halandó voltunkból szerzel gyógyulást. Így, amit veszteségnek tartunk, azt üdvösségünkre fordítod, Krisztus, a mi Urunk által. A Te fölségedet ő általa dicsőíti az angyalok hatalmas kórusom. Boldogan áldanak, mert mindörökké látnak téged. Hadd kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és velük együtt szüntelen újongással zengjük. Szent van, Szent van, Szent vagy mindenség, Ura Isten, dicsőséged betölti a mennyet és a földet. Hozsanna magasságban, áldott, aki jött az Úr nevében.
Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhem, az új és örök szövetségim. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyed minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyeressük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt, köztük Szent Mónikával is. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősíts meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat, Péter bíborost és püspökeit, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen.
Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint, így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítünknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, ne vétkeinket nézed, hanem egyházat hitét, őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nékünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nékünk. Isten báránya, az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste őrizzen meg engem az örök életre. Krisztus vére őrizzen meg engem az örök életre. Jézusom, szükségem van rád. Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. Elfogadlak téged, mint megváltómat, gyógyítómat és szabadítómat. Mostantól te légy az életem ura. Átadom neked magamat, befogadlak téged a szívembe.
kérlek, küldd el szent lelkedet, és alakítsd át az én kemény szívemet, hogy azzá váljak, amivé te megálmodtál engem. Gyenge vagyok, erőtlen és következetlen, de a te erőddel bármire képes vagyok. Kérlek, szabadíts meg minden bálványomtól, mindentől, ami nem az Istentől való bennem. Ámen. Fényesség a te köntösöd, munkálkodásod gyümölcsével, betöltöd a földet, kenyeret hozol a földből, s bor vidámítja az ember szívét. Mely igen magasztosak a te műveid, Uram, mindeneket bölcsességgel tettél, a te alkotásaid betöltik a földet. Kibocsátod lelkedet és életre kelnek, és megújítod a földnek színét. Munkálkodásod gyümölcsével, betöltöd a földet, kenyeret hozol a földből, s bor vidámítja az ember szívét. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rám, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni,
jöjj legalább lelki módon a szívemben. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Amen. Könyörögjünk. Urunk, Istenünk, szerető jóságot hozzon nekünk teljes gyógyulást. Segíts kegyesen és támogass, hogy mindenben tetszésedre éljünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. A kedves testvéreknek közöljük a következő hirdetni valókat. Pénteken 1-én lesz a szeptemberi első péntek, Jézus Szent Szíve tiszteletének a napja. Szeretettel ajánljuk a nagy kilencet elvégzését, 9 első pénteken Szent Jónással és Szent Áldozással. Ehhez ígérte Jézus a végső álhatatosság kegyelmét. Reggel 7:30 órától lesz gyónási lehetőség a bejárati gyontató helyiségben. A tanévnyitó szentmisét egy hét múlva vasárnap, szeptember 3-án 10 órakor tartjuk. A Szentlélek segítségét kérjük az új munkaév kezdetén. A tanév kezdetével a gyermekmisék folytatódnak vasárnaponként 8 óra 45 perckor, vagyis 3:49 órától. A Szent Ráfael Arkangyal Kegyhely Látogató Zarándoklub közkívánatra 2 hónapos kánikulai szünet után már szeptemberben újra kezdi, folytatja éves program szerinti útjait, sőt, bővíti lehetőségeit, és Isten mindenkor és mindenütt velünk van, címmel újdonságként, ezentúl szomszédolás elnevezéssel 2 hetenként, minden hónap első szombatján osztrák, szlovák, román, szerb, horvát, szlovén határmenti települések templomait, nevezetességeit látogatjuk meg egy-egy napos utakkal. Így első alkalommal 2023. szeptember 2-án Komárnóba utazunk, melynek rövid programja a következő. Találkozás 8 óra 15 perckor a Kelenföldi pályaudvar 6-os számú mozgó lépcsője előtt. Indulás 8:32 és 9:52 között személyvonattal, majd a hídon átgyalogolunk Komárnóba. Részletes program ismertetése a híd átkelése előtt, visszautazás Komáromból 6 óra 9 perckor, megérkezés 7 óra 24 perckor, javasolt az euróváltás is. A fenti programra Rétvári Sándor klubvezető szeretettel hívja, várja a klubtagokat, más érdeklődőket és akár egész családokat is. Utóírat, a 2023 évi tervünk szerint Fertő Szent Miklós hétfájdalmas szűzanya kegytemplom látogatásunkra nem szeptember 23-án, hanem szeptember 16-án kerül sor szombaton. Tehát szeptember 16-a lesz majd. A Szent Gábriel Irodalmi Klub 2023. szeptember 10-én vasárnap részt vesz a Kész Újbudai csoportja által szervezett irodalmi barangolás a 200 éve született Petőfi nyomában című rendezvénysorozat 3. programján, amelynek címe Petőfi Kecskeméten. Időpont 2023. szeptember 10-e, vasárnap délután 3 óra. Helyszín Kecskemét, Lestár tér 2. Kecskeméti Római Katolikus Főplébánia Közösségi Háza Nagyterem. Fellépnek Benedekfi Katalin ének és színművésznő, és Bánföldi Szilárd az új színház színművészem. A programsorozatot a Nemzeti Kulturális Alap támogatja.
Közös utazás Budapestről, a nyugati pályaudvarról 9 óra 53 perckor induló napfény vonattal, helyjegy váltása kötelező, találkozás 9 óra 30 perckor a nyugati pályaudvar főbejárata előtt a Nagykörúton. Közös visszautazás a Kecskemétről 6 óra 48 perckor induló napfény vonattal, amely 8 óra 7 perckor érkezik a nyugati pályaudvarra. Minden egyéb információ a martakovac@vipmail.hu e-mail címen kérhető. Jótevő felajánlásra megkezdődött a harangláb karbantartása. Az építmény 13 éve készült el, a fa elemek kezelése mellett biztonsági okokból szükségessé vált a korhadó félben lévő összetartó elemek cseréje is. A felújítás időszakában huzamosabb ideig elmarad a napi harangozás. Ezek voltak a hirdetések. A kedves testvéreknek kívánunk áldott szép vasárnapot, jó étvágyat és jó pihenést a mai napon. És most fogadjuk az áldást. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A Szent Mise véget ért, járjatok békével. Istennek legyen hálom. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértéseinkben, mindjártban. Szent szívem, Szűz Mária kegyelmek anyja, magyarok szent őrangyalom, Szent Pió és Szent Sárbel atya, mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei, könyörögjetek